Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, látók, szóljatok! Sorozatunk negyedik szakaszában tovább folytatom az ószövetségi proféták történeteit, tehát ahogy a második szakaszban is megismerkedtünk Sámueltől Jónásig jó néhány profétai személyiséggel, most a negyedik szakaszunkban is élettörténeteket, illetve profétai üzeneteket tekintünk át. Kikről fognak hallani az elkövetkezendő hetekben? A mai nap Mikeás profétáról, következő héten majd Habakuk prófétáról, aztán sorra vesszük Ézsaiás próféta, Sofóniás próféta, Jeremiás és Dániel próféta üzeneteit, természetesen abból a szempontból, hogy mit mondanak különösképpen nekünk, ma élő embereknek. Mikeás próféta az időszámításunk előtti 8. században élt, 740 és 700 között teljesített szolgálatot, abban az időben, amikor a zsidók országa már kettészakadt állapotban volt, de abban az időben, amikor az északi országrésznek, Izraelnek lakosait fogságba vitték az asszírok, ez volt az első nagy zsidó deportálás a történelemben. A déli országrész is hasonló sorsra jutott, több mint egy évszázaddal később, időszámításunk előtt 605-ben vitték el őket a babilóniaiak a 70 éves babiloni fogságra. Mikeás könyve, ahogy a Bibliámat kinyitom, összesen két lapból áll, de ez a két lap külön könyv, olyan mondanivalóval, olyan tanításokkal, amelyek nagyon közel lehetnek a mai emberekhez. Én a mai estén 3-4 tanítását szeretném kiemelni ennek a prófétának, akiről nem sokat tudunk, csak annyit, hogy Móresetből származott, és annyit, hogy Jótám, Akház és Ezékiás júdabeli királyok idejében lépett fel és tanított. Könyve 7 fejezetből áll, nem időrendben mondja el a proféciáit, hanem, hogy úgy mondjam, ez egy hullámzó könyv, a kérdések, a problémák egymást érő hullámzása, amelynek során megjelöli egy társadalom eltorzulásának legfőbb okozóit. Kik is ezek? Kik felelősek azért, hogy egy társadalom eltorzul? Mikeás és a többi próféta tanítása szerint elsősorban a társadalom politikai vezetői. Ha a Bibliában fejedelmeket olvasunk, mindig így fordíthatjuk le mai nyelvre politikusok. Nos hát, mit mondott Mikeás kora politikusairól? Már is olvasom könyve 3. fejezetének első versétől. És mondtam én, halljátok kérlek Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei, nem a ti tiszteteké tudni az ítéletet? Ti, akik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt, akik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsukat, akik megeszik az én népemnek húsát és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat és feldarabolják, akár csak a fazékba, és mint a húst a tálba. Ezek a politikusok, ezek a vezetők abban az időben, amikor Mikeás élt, azóta használjuk ezt a kifejezést egyébként, hogy népnyúzó, lenyúzták a bőrt az emberekről, felvagdosták az embereket, kényük, kedvük szerint hatalmaskodtak az embereken. Igen, Mikeás tanítása szerint egy társadalom eltorzulásának legfőbb okozója a vezető, fejétől bűzlik a hal, szól a későbbi mondás. De kik vettek részt ebben, hiszen csak egy vezető réteg, a király, a királyi udvar, és a hozzájuk kapcsolódó sisere had, akik kiszolgálnak egy adott politikai hatalmat, kikre támaszkodhatnak még? Mikeás könyve 2. fejezetében a 11. verset így olvasom. Ha valamely szélházi és család így hazudoznék, prédikálok néked borról és részegítő italról, az volna a népnek prófétája. És folytatja a 3. fejezet 5. versétől. Így szól az Úr a proféták ellen, akik elámítják az én népemet, akik ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek, az ellen pedig, aki nem vett valamit szájukba, hadat indítanak. A politikai vezető réteg mellett ott van egy hamis vallási vezető réteg is, olyan emberek, akik csak a hasukat akarják hízlalni, akik azt mondják az embereknek, amit éppen diktálnak nekik, és akik elvtelenül és kegyeskedésre, ájtatoskodásra szorítva a népet, kiszolgálják azt a politikai hatalmat, a hamis vallásosság, a hamis profétáknak a rétege. De sajnos ezek tekintélyek mégis egy társadalomban.
sajnos a hatásuk felbecsülhetetlen, és sajnos nagyon sokan követik a nyomdokaikat, a gátlástalan pénzszerzést, vagyongyarapítást, és azt, hogyha kell, másokat legázolva, másokat félreszorítva szerzik a hatalmukat. Így szól, aztán most már a népre térve, a politikusok és az egyházi vezetők után a népre térve Mikeás, második fejezet első versétől. Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, és akik ágyas házukban gonoszságot cselekszenek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirad, mert hatalmuk van hozzá. Megkívánják a mezőket, és elrabolják, és a házakat is elszedik, és nyomorgatják a gazdát, és az ő házanépét, és az embert, és az ő örökségét. Kedves nézőink, aki Mikeás könyvét olvassa, ezt a két lapot, ezt a hét fejezetből álló profétai könyvet olvassa, az az érzése támad, hogy minthogyha ezredévek óta is a világ már ugyanazt tudta volna felajánlani az embereknek, mint ma. Vagy egy agresszív élet, vagy egy másokat félreszorító, letaposó élet, vagy egy depresszív élet, vagyis az, hogy emberek visszahúzódnak és építik a saját házukat, a saját várukat és a saját kis családjukban vagy magányukban próbálnak így úgy, ahogy érvényesülni, vagy egyáltalán a víz színén fennmaradni. Döbbenetes Mikeás könyvének olvasása során ez az érzésünk, hogy vagy agresszió, vagy depresszió, vagy erőszak, vagy pedig megnyomorodás. Ezzel szemben Mikeás nagyon világosan, nagyon egyértelműen egy harmadik lehetőséget állít. És ez nem csak Mikeásnak a lehetősége, hanem úgy mondjam, az egész Bibliának az állásfoglalása. Mindig így volt-e világi élet, egyszer fázott, másszor lánggal égett, mondja Vörös Marti. Igen, végletek között hányódik világunknak a történelme, azért időszerűsítem ennyire Mikeás tanításait, mert ami kicsiben megtörtént a zsidó néppel, e bibliai proféta szerint nagyban majd bekövetkezik az egész emberiséggel. Ezért fontosak ezek a proféták, mert úgynevezett kettős proféciákkal szólnak. Egyrészt az akkori zsidó népet is megszólították, másrészt viszont sokkal inkább távolra mutatóan azt időszerűsítik, hogy ami most van a világban, igen, ez már kicsiben megtörtént, jó, hogyha odafigyelünk, ami kicsiben megtörtént, mert most nagyban ezt látjuk. De Mikeás nem késlekedik a tanáccsal, nem az agresszióban és nem a depresszióban van az emberhez méltó élet, hanem abban az életformában, amit a proféta következőképpen mond. A hetedik fejezetében, amikor elmondja a társadalmi állapotokat, és utána szinte átvált egy másik hangnemre, és kijelöli a maga helyét, kijelöli azoknak az embereknek a helyét, akik emberhez méltóan akarnak élni és viselkedni. Olvasom a hetedik fejezet első versétől. Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő, és ennivaló geres sem maradt, pedig zsengére vágyott a lelkem. Elveszette földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadásza atya fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelődzik, a bíró fizetésre vár. A főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött. Most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját, mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára, az embernek saját háznépe az ő ellensége, de én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem, ne örülj én ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, ameddig leperli peremet, és meghozza ítéletemet. Elvisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Döbbenetes társadalmi állapotokról szól Mikeás. Olyan állapotokra, amikor azt mondja, hogy az igaz ember annyira kevés lesz,
és annyira böki a többiek oldalát, olyan lesz az igaz, mint a tüske meg a tövisbokor, el nem szenvedhetik azokat az embereket, akik becsületesen, tisztességesen akarnak élni, mert világtörvény lesz a hazudozás, a becsapás, az erőszaktétel, és annyira óvatosan kell élni ebben a világban azoknak, akik, mondom, emberhez méltóan akarnak élni, hogy még a saját családjukban is vigyázniuk kell, mert nemzedéki problémák jönnek, a gyerekek az atyák ellen támadnak. Szóval érzékelik talán, kedves nézőink, hogy amit Mikás leír egy 2700 ezelőtti állapotról, ami egy országon belül történt, most szinte világhelyzet, most szinte világállapot, most szinte a világomlásnak egyik jellegzetessége. De mit mond Mikás? Nem sorakozom be azok közé, akik erőszakot tesznek, de nem is engedem magam megnyomorítani, hanem én az Úrra nézek. A Bibliában ez, hogy én az Úrra nézek, ez annyit jelent, hogy én a döntéseim, választásaim előtt keresem azt, hogy mi az Isten törvénye, mi az Isten akarata, de én az Úrra nézek. Nagyon sok proféta mondja ezt el, bevalván egyben azt, hogy igen, mi is korunk gyermekei vagyunk, mi is sok mindenben vétkesek, hibásak vagyunk. Én nekem is le kell perelni az Úrnak az én peremet, mondja Mikás. Nekem is vannak hibáim, fogyatékosságaim, de igen, én akkor is ember szeretnék lenni. Mikás könyve teljesen kézzel foghatóvá teszi a Bibliának a nagy tanítását, hogy tulajdonképpen két embertípus van. Mindannyian emberek gyengék vagyunk, esendő emberek, elesünk, hibát hibára halmazunk, de hogyan is mondja Mikás, ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. Az egyik embertípus elesik, aztán újra elesik, és megmagyarázza, hogy az egész élet elesések sorozata egyik rosszból ki a másikba be, de Mikás azt mondja, hogy a másik embertípust az jellemzi, hogy én nem nyugszom bele a hibáimba, nem nyugszom bele a vétkeimbe, a bűneimbe, ha elestem is, de felkelek. Már Dávid így mondta ezt a 37. Zsoltárban, hogy az igaz ember is elesik, de nem terül el. Nos hát ez a két emberi választás. Az egyik ember elesik és elterülve marad. A másik ember viszont, ha elesik is, de küzd önmagával, küzd azért, hogy fölkeljen, küzd azért, hogy ne éljen emberhez méltatlan életet, megint mondom, sem agresszív, sem depresszív életet. De én az Úrra nézek. Én világosságban akarok járni, én föl akarok kelni, és meg is látom a világosságot. Mikás igazságra törekvő ember volt, igazság szerető ember volt, rendkívüli módon fájtak neki ezek a társadalmi problémák. Ezért olvassuk így, és ne lepődjenek meg, remélem el fogják olvasni Mikás könyvét, hogy mindjárt az első fejezet 8. versében ezt mondja, emiatt, ezek miatt az állapotok miatt kesergek és jajgatok, ruhátalan és mezítelen járok, üvöltök, mint a sakálok, és sikongok, mint a strucmadarak. Fájdalmas az élet. Elsősorban nem azért fájdalmas, mert valami betegségem van, vagy szerencsétlenségért. Az igaz embereknek azért fájdalmas ez az élet, mert látva az erkölcsi züllést és lehanyatlást, a kiszámítható következményeket, az erkölcsileg hiteles emberek ezért szenvedtek, mert látták, hogy az emberek nem fölfelé néznek. Néznek oldalra egyszer, jobbra másszor, balra egyszer a szél, jobbról fúj, aztán balról fúj. Az emberek ide-oda csapódnak, hogy mondja a 109. Zsoltár, Adinak egyik híres sora volt, ide-oda hányattatnak az emberek, mint a sáska. De az igaz emberek az Úrra néznek, és Mikás világossá teszi, hogy lesz maradék a zsidók között. Lesz egy maroknyi nép, ami tovább viszi az igaz életismeretet, aki tovább viszi az igaz istenismeretet. Ezekről a maradékhoz tartozókról írja a könyvének legszebb sorait. Azt olvassuk például az 5. fejezet 7. versétől, hogy a Jákobnak maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik emberek fiaiban. És a Jákob maradéka a pogányok között, a sok nép között olyan lesz, mint oroszlán az erdei vadak között, és mint az oroszlán kölyök a juhoknak nyája között, mely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki tőle szabadítson. Tehát a szelídség és határozottság egysége, a zápor és a harmat és az oroszlán ereje, ez fogja jellemezni azokat a hívő embereket, akik igenis tovább viszik az erkölcsös és igaz életet a zsidó nép történetében. És ennek következtében jutunk el
Mikás könyvének legmagasabban szárnyaló, legnagyobb részeig, mert ez az a proféta, aki az a beteljesülés előtt több mint 780 évvel két döntő jövendőlést mondott. Az egyik Jézus Krisztus első eljövetelére vonatkozó jövendőlés, a másik pedig a zsidó népre vonatkozó jövendőlés, amely nép végül is elvetette Krisztust, elvetette apostolait. Mi fog történni majd Jeruzsálemmel, szinte így mondhatnám az idők végéig. Az első profécia az 5. fejezet első versétől olvasható eképpen. Seregelj hát egybe seregek leánya, ostrommal támadt ellenük, pálcával verjék arcul Izrael bíráját. De te Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, míg a szülő szül, és az ő atyafiainak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz. És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert íme felmagasztaltatik a földnek határáit, és ő a mi békességünk. Kedves nézők, ez a nagy jelentőségű jövendőlés, hogy amikor eljön a megváltó a földre, Betlehemben fog megszületni, ez Mikeás könyvében olvasható. Tudom, hogy sokan a Bibliát lekicsinylik, lenézik, nagyon sokaknak előítéletük van a Bibliával szemben. Pascal, aki matematikus és fizikus volt, azt mondta, hogy ő neki azért van bizalma a Biblia iránt, mert a Bibliában ellenőrizhető jövendőlések vannak, beteljesült proféciák vannak. Ilyeneket egyik más vallás sem mondhat el önmagáról. Megnézzük, mikor ért Mikeás időszámításunk előtt a 8. században. És mit mond Mikeás? Hogy majd Efrátának Betleheme, Júdának Betleheme, kicsiny vagy ugyan a többi város és falu között, de belőled származik a megváltó, ott fog megszületni a Messiás. Ez a jövendőlés, ez a közel 800 évvel ezelőtt kimondott jövendőlés hajszál pontosan beteljesedett, Jézus Betlehemben született meg, pedig szülei názáretiek voltak. Ki tudta előre, hogy Augustus népesség összeírást rendel el? Ki tudta előre, hogy Cirénius szíriai helytartó milyen parancsot ad ki? Ki tudta előre, hogy ez a család elindul az északi országrészből, elérkezik Betlehembe, sehol nem fogadják be őket, többen van már a város, mindenki eljött Dávid városába, Betlehem Isainak, Dávid apjának városa volt, Dávid itt őrizte anyáit, József és Mária is Dávid családjából származott, itt kellett, hogy beírják őket, összeírják őket, és itt született meg egy egyszerű pajtában, egy istálóban az emberiség megváltója. Mikeás ez több évszázaddal előre megjövendőlte. De figyeljék csak a szöveget, mit mondott még Mikeás? Nem csak azt, hogy Betlehembe fog megszületni, hanem azt is, hogy az ő származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Milyen érdekes jövendőlés volt ez. Jézus megszületik, ugyanakkor származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Tehát Jézus kettős természetét is előre megjövendőlte. Mikeás, hogy ő emberfia is lesz, de Isten fia is lesz. Máriától megszületik Betlehemben, mint ember, de aki megszületik, őt nem József nemzette, őt a lélek helyezte Mária méhébe, mert Krisztus Isten, Isten a teremtő Isten jött a földre, az az Isten jött, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva van, jött el, hogy az emberiség bűnért meghozza az áldozatot. Bizonyára többen ismerték, vagy ismerik Jézus életét, tudják azt is, hogy Jézust meg akarták kövezni a maga korában, mert, mondták a zsidó nép vallási vezetői, Istenné teszi magát. Nos, hát ezt előre megjövendőlte a saját prófétájuk, hogy származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Tehát ezen nem volt joguk megbotránkozni, hiszen ezt már Mikeás megjövendőlte. De az is benne van harmadrészt ebben a proféciában, hogy lesznek olyanok, akik Krisztust elfogadják, aki majd uralkodik az Izraelen, akinek majd átadják az életüket az emberek, de akik nem teszik ezt, a nép, amely elveti a messiását, és ez a másik nagy profécia a 3. fejezet 12. versében, amely így szól, azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion,
és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Kedves nézőink, ez a proféciája is Mikeásnak hajszál pontosan beteljesedett. Miután Krisztust elvetették, felfeszítették, és miután az új szövetség szerint Jézus feltámadt és a mennybe ment, és az apostolok kezdték hirdetni az evangéliumot, 66-ban kitört a római zsidó háború. 70-ben a jeruzsálemi templomot megsemmisítették, hogy Jézus is mondta, kőkövön nem maradt. Hogy mondja Mikeás, azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, de Sion ez a templomhegy, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templomhegye pedig erdős hegyé. Még menjünk egy kicsit a történelemben, mert 70 után újabb lázadás ütött ki a római fennhatóság ellen, időszámításunk szerint 132-135 között az úgynevezett barkokba lázadás. Akkor a rómaiak újra megszállták Jeruzsálemet. Leromboltak mindent, felszántották a várost, hogy tanultuk iskolában, a rómaiak például Kartágót is felszántották, sóval hintették be, nos hát ugyanezt tették Jeruzsálemmel is. Mikeás proféciája erre a második eseményre nézve is hajszál pontosan beteljesedett. Tudták ezt Heródes is, tudták a papjai is, amikor jöttek a napkeleti bölcsek, mert hiszen a csillag vezette őket Betlehemig, Mikás könyvét elővették, Máté evangélium a második fejezete beszél erről, tudták, hogy Betlehembe fog megszületni a Messiás. Dániel könyve 9. fejezetéből azt is tudták, hogy mikor fog megszületni. Az emberek sokszor sok mindent tudnak, a vallási vezetők is sok mindent tudnak, mi az, ami hiányzik belőlük, mint akkor a zsidó nép vallási vezetőiből az engedelmesség, az elismerés, az igazságnak való főhajtás. Azt mondták a bölcseknek, hogy ti menjetek el, menjetek, nézzétek meg, hogy valóban megszületett Betlehemben az a gyermek, majd jöjjetek vissza, majd mi is elmegyünk. Soha nem mentek vissza, csak kiadatták a rendeletet Heródessel, a népírtó, a gyermekírtó rendeletet, minden egyévesnél kisebb gyermeket lekaszaboltak Betlehemben és környékén, hát ha közöttük van az a király, az a Messiás. Jézust azonban az angyal, Jézus szüleit az angyal már azonban intette, és ezért menekültek Egyiptomba. A magyar irodalomnak egyik legnagyobb születés és egyben kereszthalál versével zárom a mai előadást, Babits Mihály Csillag után. Babits Mihály Csillag után. Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok. Körülöttem fájás, fél és köthálója kavarog. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, s mennék a csillag után, mint rég a három királyok a betlehemi éjszakán, gépkocsin vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan, aranyat, tömjént és mirhát vinnék boldogan, mennék száz országon át, míg utamat szelni a vám. Aranyat tilos kivinni? Szólna ott a vámos rám. Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell az itteni, hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának. Örülnék, ha átcsúszom. Arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. Ja, és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már fügnél a kereszten, s a lábad csupa seb, s ahelyett, hogy bölcsőd köré szórjak tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal, kenném béres lábadat.